Szép jó estét kívánok! A Barcsi Krónika legfrissebb kiadását látják. Természetesen továbbra is számítunk ötleteikre és javaslataikra is. Mondom elérhetőségeinket, telefonszámunk 70 639 102 7-es. Ide rövid szöveges üzeneteiket is tudjuk fogadni, és elektronikus levélcímünk az info@barcsmedia.hu. Elsőként lássuk, hogy mi mindennel foglalkozunk a mai krónikában. Hivatás az év 365 napján elismerték a barcsi szociális dolgozók munkáját. Hiába az évenkénti hírverés, még mindig sok a szerencsétlenség a fűtési szezon kezdetén, mire is figyeljünk. Tényleg a cégek nyakán van a pályázati boom? Ki, no és mire tud pályázni, mekkora az érdeklődés? Stúdiónkban kérdezzük a Somogy megyei vállalkozói központ helyi irodájának vezetőjét. Mártonnapi Liba lakoma mellé a jó cselekedet fénye is jár. Több mint egy évtizedes hagyomány Barcson a lampionos felvonulás, amely az idei évben is tartogatott újdonságokat. A tiszteletet nem lehet hangos szóval kivívni. Ezt is mondta a Szociális Munka Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen Barcs polgármestere. Karvalics Ottó megköszönte a városban a szociális területen dolgozók munkáját, és több munkatársnak is elismerést adott át. Az idei évben a Logosz Egyesület Mustármag zenekara köszönte meg műsorával a szociális szférában dolgozók erőfeszítéseit. A szociális munkanapján elhangzott, nagy különbségek adódnak az országos statisztikákban, hogy melyik településen milyen indítatásból kérnek segítséget, például az idősek ellátásához a lakók. Főleg egy olyan településen, ahol tulajdonképpen a fiatalok mennek el, az a fajta családforma, ami most van, amelyik egyet családot vesz, és nem nagy családba gondolkodik, az nehezen tudja ellátni az időseket. Főleg akkor, hogyha ne adj Isten a munkahelyet, a fiatalok máshol találják meg, az öregek itt maradnak, úgy gondolom, kötelességük gondoskodni. De ezen túl is nem csak a barcsiakat, hanem a környékről is bevállaljuk azokat az idős embereket, akik erre rászorulnak és kérik a segítségünket. A polgármester hangsúlyozta, a hivatás mellé a bérrendezésre is szükség van. Ennek az előkészületeit már megtette az állam. Az ő pénzbeni megbecsülésük talán a legutolsó abba a sorba, ami idáig megtörtént, ugye a oktatásban, megtörtént az egészségügyben. Ez az utolsó, én úgy gondolom, hogy a 2017-es év ez az, annak az éve lesz, hogy az ő fizetésük és az elismerésük, a pénzbeni elismerésük, juttatásuk az magasabb lesz lényegesen. Tehát jobb kedve dolgoznak, de nem is ez a lényeg, mert úgy gondolom, hogy eddig is elvégezték a munkájukat, és itt nem lehet tartani. Itt az emberek kérik azt a fajta empátiát, szimpátiát, azt a fajta kiszolgálást, amit az idős emberek kérnek, a betegségük, a tehetetlenségük, a rászorultságuk miatt azt kell odaadni, és ez nem változik, se fizetés növekedéssel, se fizetés, ha maradna. Én úgy gondolom, hogy minden elismerés az övüké, mert 365 napon keresztül teszik ezt a munkát. Esetleg azért a kevésbé jól elismert bérél, de én úgy gondolom, hogy megérdemlik, és rajtuk a sor, úgy, ahogy Nyitrai államtitkár mondta, muszáj bért emelni, mert nekünk kötelességünk az öregjeinket, az idős embereket, a rászorulókat ellátni azért, hogy véletlenül se legyen ebből kifogás, mert ahogy mondtam, minden társadalomnak ez az egyik mérőpontja. Barcs egyik legnagyobb intézménye a Szociális Gondozási Központ, amely nem csak az itt élő embereknek, hanem a környékből érkezőknek is segít. 112-en dolgozunk az intézményben, ebben benn vannak a közfoglalkoztatottak is. Az engedélyezett létszámunk az 99, ők az állandó kinevezéssel rendelkező munkatársak. 19-en vagyunk, akik a közmunkában dolgoznak egy éven keresztül, és ez változó, mert van, amikor átlagban jönnek ki csak 15-re. És ezt szeretném mondani, hogy bentlakásos intézményünk az egy nagyon jó hírű intézmény. Nagyon sok dicsérő szót kapunk, de ugyanúgy az intézményünk nem csak a saját feladatait látja el, hanem a városban is sok intézmény részére nyújtunk segítséget, amelynek tulajdonképpen azt hiszem, hogy olyan hasznát is látjuk, amit az előbb ön is mondott, hogy
a jó hírünket ezzel tudjuk öregbíteni. Gondolok én itt a bölcsődére, az óvodára, az ételszállításra, amellyel kapcsolatban dicsérő levelet kaptunk az intézmény vezető asszonytól. Gondolok az önkormányzatra, ahol nagyon sok esetben tulajdonképpen olyan segítséget tudunk nyújtani, ami kézzelfogható és mindennapos. Ez annak köszönhető, hogy a mi intézményünk az egyetlen városi intézmény, amelyik az év 365 napjában 24 órán belül is folyamatosan működik. Hazánkban is, ahol az emberek közel egyharmada küszködik olyan problémával, ami a szociális kezelést, gondozást igényel, évek óta köszöntik már a szakterületen dolgozókat. Az ünnepségen elismeréseket is átadtak, 4 részesültek munkájuk tiszteletére díjazásban. Mangult Zoltánné 26 éve segíti házi gondozóként a szociális központ munkáját, elismerését nagy tapssal fogadták munkatársai. Nagyon meglepődtem, azt hiszem, most értem el arra a pontra, amikor a 30 éves munkámat nyilvánosság előtt elismerték. Nagyon örülök neki. Én a házi gondozásban dolgozom, ami arról szól, hogy napi szinten látogatjuk a gondozottakat. Van, akinek bevásárolunk, a ház körüli teendőkben segítkezünk, de van, aki ágyban fekvő, és fürdetjük, ápoljuk. Elismerést vehetett át Bonc Kálmán, aki családgondozóként és esetmenedzserként 13 éve lelkesen végzi feladatát. Szintén díjazták a 19 éve ápológondozóként, műszakvezető ápolóként dolgozó Zabné Bognár Anikó munkáját, és Bódisné Mihály Mária is elismerést vehetett át, aki a Barcsi Szociális Központban már 11 éve klubvezető, majd bentlakásos ellátásvezetőként is tevékenykedik. Varga Ilona, a Szociális Központ vezetője ünnepi beszédében hangsúlyozta, az elismerések átadása azért fontos, mert példaként szolgálhat az ott dolgozóknak, a társadalomnak, hogy ilyen szép dolgokat is véghez lehet vinni az életben, a díjazottak számára pedig egy olyan állomás, amely bizonyítja, hogy nem hiába végezték el munkájukat. Megkezdődött a fűtési szezon, sőt, az elmúlt napokban nagy szükség is volt már a tüzelőberendezésekre, ám sajnos most is, mint minden esztendőben, a fűtő és tüzelőberendezések helytelen használata emberéleteket is követel. A megelőzés érdekében azonban csupán pár dologra kellene figyelnünk: tiszta kémény, megfelelő tüzelőanyag és ellenőrzött készülék. Kéménytüzek, ebből adódó lakóépület sérülések és füst vagy szénmonoxid okozta halálesetek szerepelnek újra hírekben. A tüzelés technikai biztonság újra középpontba került, hisz a tüzelő berendezések egyben veszélyforrások is. Épp ezért ezek használat előtti átvizsgálása elengedhetetlen. Másodszorban nem elhanyagolható tényező a tüzelőanyag minősége sem. Hogyha nem megfelelő minőségű fűtőanyagot, adott esetben vizes fát használunk, ugye ez a kémény belső felületére kicsapódhat, ez egy idő után korom formájában kicsapódik, beszűkíti a kéménykijáratot, és a hő hatására ez kéménytűzhez vezethet. Ezért fontos, hogy a tüzelőanyagot időben megvásároljuk, feldolgozzuk, hogy ez megfelelően ki tudjon száradni, valamint ide kapcsolódva nagyon fontos, hogy a fűtőberendezésben mindenféle akár műanyag palackot vagy egyéb szemetet ne dobjunk be, mert ez szintén veszélyezteti a mi hétköznapjainkat. Ugyanúgy ez a kémény felületére egy ilyen műanyagborítást kicsapódhat, és szintén kéménytűzhöz vezethet. A modern gázkazánok zárt rendszerben működnek, nem használják el a belső levegőt, sőt szénmonoxid kiáramlásról sem kell beszélni esetükben. De a régi kazánok esetében gyakrabban kell szellőztetni, és nem árt mérni a szénmonoxid kiáramlást. A Somogy megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság honlapján találhatunk korszerű mérőműszereket, melyek sipolóhanggal jelzik a légtérben megjelenő szénmonoxidot. Ekkora nagyon gyors szellőztetés a feladat, majd a forrás okának feltárása. Persze, lehet, hogy csak épp az elem fáradt el benne, de minden esetre jobb, ha ott vannak a gázüzemű készülékek közelében. Ugye a kéményben lerakódott korom, ugye ez leszűkíti a belső járatnak az átmérőjét, ugye a hőmérséklet
hatására ez egy korom tüzet, egy kémény tüzet fog eredményezni. Ez roppant veszélyt jelent a lakóingatlan, illetve az ott lakók számára. Gyakorlatilag itt belül izzik a korom, ez veszélyt jelent, mint a, tehát ahány szinten ez a kémény keresztül megy, akár a pincétől a lakótéren, a padláson keresztül, ott bármikor a kémény fugán keresztül ez kipattanhat a szikra, és nagyobb kárt okozhat a lakók számára. Ilyen esetekből számtalan esetben történt, hogy akár tetőtűz keletkezett, ezért is fontos az, hogy a kéményt időszakonként megvizsgáljuk, belenézzünk, illetve tisztítassuk azt. Vagyis tüzelőberendezések átvizsgálása mellett a kémények vizsgálata is nagyon fontos, de az is, hogy ezt szakember végezze, aki erről tanúsítványt is ad. Somogyban, sok más megyéhez hasonlóan, a katasztrófa védelem szervezésében történik a kéményseprés. Az ellenőrzés előtt 15 nappal a postaládába dobnak egy értesítőt az érkezés időpontjáról. Ha ekkor nincs otthon senki, bedobnak még egy értesítőt új időponttal. Ha ekkor sincs otthon senki, akkor a kémény tulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új közös időpontot. A harmadik közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért egyébként már fizetni kell a kiszállási díjat, de nem készpénzben, tehát ezt nagyon hangsúlyoznám, hogy a kéményseprőink nem kérnek készpénzt, hanem csekken vagy átutalással lehet ezt az ellenértéket kifizetni. Előfordult más megyében, hogy csalók jelentkeztek egyébként, de a katasztrófavédelem kéményseprő munkatársait fel lehet ismerni az egyenruhájukról. És még biztonság kedvéért akár az igazolványokat is elkérhetik, amivel abszolút a kollégák igazolni fogják magukat. Az ütemezett ellenőrzések megkezdődtek évközben, nézik a kémény, az összekötő elemek és a készülék közti levegő áramlást, de ha valaki nem akarja megvárni, míg rákerül a sor, kérhet külön ellenőrzést is. Van egy ingyenesen elérhető telefonszám, ez a 1818-as. Nem kell az összes menüpontot végighallgatni, a 9-es menüpont után az 1-est kell választani. Arra azonban ügyelni kell, hogy hétfőnként reggel 8 és este 8, tehát 20 óráig, a többi hétköznapon pedig 8-tól 14 óráig érhető el ez a telefonszám. A szóvivő azt is elmondta, hogy a megye tűzoltói az elmúlt évben más naponta vonultak kéménytűzhöz, és a legtöbb esetben a háttérben a nem megfelelő tüzelőanyag használata bújt meg. Sokan szemetesnek tekintik a kandalót is, a fűtőberendezéseket, mindent a tűzre dobnak, ami hozzájárul ahhoz, hogy a kémények sokkal gyorsabban kormolódnak. Mindent a tűzre dobnak, petpalacitól kezdve a ruhaneműig, az elhasznált pelenka, valóban, ami a ház körül előfordul. Ha azt akarjuk tehát, hogy fűtőberendezéseink megtartsák szavatosságukat és biztonságosan használhassuk őket, akkor be kell tartanunk a használati utasításokat és a fűtésbiztonságtechnikai utasításokat. Tiszta kémény, megfelelő tüzelő és ellenőrzött készülék. Pályázati dömping, az uniós költségvetési ciklus nagyon fontos, sok pénz van benne a cégek számára is, néhány érv, ami miatt úgy döntöttünk, hogy ma a pályázatokról fogunk beszélni, mégpedig a vállalkozásokat érintő pályázatokról. Szakértő segítséget hívtunk stúdiónkba, Kocsis Tibor, a Somogy megyei Vállalkozói Központ Barcsi irodájának a vezetője. Jó estét kívánok! Kezdet sokan, jó estét kívánok! Tényleg pályázati boom van, ugye úton útfélen azt halljuk, hogy pályázni kell, csinálják, figyeljék a vállalkozások, kérjenek segítséget. Valóban azt lehet tapasztalni, hogy sokkal több kiírás alatt, vagy már kiírt pályázat van, mint az eddigi években bármikor? Ez azért némileg ellentmondásos, mert ténylegesen több pályázat van, és ténylegesen nagyobb összegekre lehet pályázni, de ugyanakkor az a vidéki mikrovállalkozói réteg az szinte kiesik a pályázatokból. Tehát amíg 3-4 évvel ezelőtt még legalább 3 fajta pályázatot lehetett kínálni annak, aki ilyen 1-2 vagy 4-5 millió forintos projektet akar végrehajtani, addig ma sajnos itt Barcson ilyen lehetőségek nincsenek. A nagyobb igényekre viszont számtalan lehetőség van.
Ugye ez a szokásos KKV-szektor fellendítése, egy kicsit segítsünk a nézőknek, bár azt hiszem, hogy ez a KKV most már naponta röpködő kifejezés, ez az kis- és középvállalkozói igen. szektor, de ki is a kis- és középvállalkozó? Mert hogy itt már a mikrovállalkozás akkor szóba került. Igen, tehát az Európa Uniónak van egy ilyen statisztikai meghatározása, ami azt jelenti, hogy mikrovállalkozása az, aki legfeljebb 9 alkalmazottal rendelkezik, a kis vállalkozások az 50 alkalmazottal, azottig mennek, a középvállalkozások meg 250-ig. Tehát mondhatjuk azt is, hogy itt Barcson és talán még Somogy megyében is majdnem minden vállalkozás beleesik ebbe a körbe. Gyakorlatilag, hogyha egy kicsit megnézzük, ugye említette azt, hogy a mikrovállalkozásoknak szűkültek valamelyest a lehetőségei, gondolom az EU-s források tekintetében például különösen, de akkor milyen lehetőségeik vannak nekik a fejlesztésre? Pályázati nincs is? Hát nagyon kevés pályázat van számukra. Most speciál csak olyan pályázatok vannak, ami mondjuk innovációhoz kötődik, vagy lesz majd olyan, ami nemzetközi kapcsolatokhoz kötődik. De azok a klasszikus eszközfejlesztési pályázatok, vagy vidékfejlesztési, mint amilyen a Líder is, mondhatom azt is, hogy Barcson csak volt, mert Barcs kiesett már abból a körből, olyanok ma nincsenek. Gyakorlatilag akkor milyen lehetőség van? Kérdem ezt azért is, mert érdeklődés nyilvánvalóan van, hiszen fórumsorozat is indult például pályázati témakörben. Igen. Tehát többfajta pályázat van. A pályázatok egy része ma már nem csak vissza nem térítendő támogatást tartalmaz, hanem kedvezményes hiteleket is. Ezek a kedvezményes hitelek tényleg kedvezményesek, hisz egy része az 0%-os kamatozású, és fix, és forint alapú, és meglepetés nincsen benne, és hosszú lejáratú, a másik legfeljebb 2-3%-os kamatozású, tehát mondhatni azt is, hogy vállalkozó barát hitelekkel lehet megtámogatni most a vissza nem térítendő támogatásokat. Ami talán a legérdekesebb hitelkonstrukció, mert ilyen viszont nem volt, és lassan elindul egy határmenti közös fejlesztési lehetőségeket feltáró pályázati lehetőség, amit hát aki kitalálta, az angolosan PP Light-nak nevezett el. Ennek ugye az a lényege, hogy a magyar-horvát határ szakaszon, hogyha van egy olyan magyar vállalkozás, aki valamilyen horvát vállalkozói partnerrel rendelkezik, akkor bármilyen közös fejlesztést mindkét határ mindkét oldalán meg lehet támogatni egy nagyon kedvező konstrukcióban, ahol a projektérték 75%-át lehet támogatásként megszerezni, vissza nem térítendő támogatásként megszerezni, és azt gondolom, hogy ez szokatlanul magas az Európa Unióban, hiszen Európai Uniós átlagos támogatási arányok 50-65% között szoktak mozogni. Ez a program ez januárban indul, és a vállalkozói központ érintett ebben a programban, hiszen a Somogy megyei pályázatokat nekünk kell majd összefogni, és nekünk kell majd a leendő pályázatok pályázókról, a pályázattal szükséges információkat beszerezni ehhez. Gyakorlatilag, hogyha már itt a határmenti együttműködésről beszélünk, ez ugye egy januárban induló konstrukció, akkor ez egy nagyon jól pozícionálható pályázat, hiszen azért arról beszéljünk, hogy a versenytársak egy jó része ebben a szegmensben ki van zárva, hiszen területileg lehatárolt ez a program, ami a határon átnyúló programot érinti. Ez teljesen lehatárolt, tehát csak olyan pályázhat benne, aki a határ mentén van magyar oldalról, tehát csak Somogy megyei, Baranyai, illetve Zala megyei pályázók vehetnek ebben részt. És hát ravaszul meg van fogalmazva az, hogy ha valaki most települ ide, az már nem is tud pályázni, mert visszamenőlegesen kötik a telephelyhez, és vagy székhelyhez ebben a térségben. A konkrétumot egyelőre keveset tudunk erről, hiszen januárban indul a program? Hát sok konkrétum van, de az még januári módosulhat. Mint ahogy szeptemberben is azt mondtam egy fórumon, hogy nagyon sok konkrétum van, ennek a fele már módosult. Tehát például akkor még arról volt szó, hogy 200 ezer euró a maximális projektméret, most ezt levették 180 ezer euróra, tehát 180 ezer eurós projekthez, ugye ez körülbelül akkor jön 54-55 millió forint, ehhez adnak egy 75%-os, tehát 135 ezer eurós támogatást. Akkor még nem volt
volt a projekt minimális mértéke sem kötött, most ez is kötött, tehát most azt mondják, hogy 40 ezer eurós az a minimum projekt, amit végre lehet hajtani, és a 40 ezer euróhoz adnak 30 ezer eurós támogatást. Gyakorlatilag ez egy leendő program, de gondolom érdeklődés a többi már kiírt pályázat tekintetében volt, nem véletlenül tartották ezt a fórum sorozatot, ha úgy tetszik. Hát, úgyne, persze. Nagyon sok érdeklődés van. Pályázatok iránt, tehát futópályázati lehetőségek vannak, például a falvakban pályázhatnak olyan még soha nem volt vállalkozások, vállalkozás indításra, akik gyakorlatilag normatív alapon kaphatnak 40 ezer eurót, ha elindítanak egy vállalkozást. Erre még most is lehet pályázni, tehát hogyha valaki erre akar pályázni, akkor még mindig van neki egy kis ideje arra, hogy gyorsan-gyorsan összeszedje a gondolatait és kitöltse ezeket az adatlapokat. Nem egyszerű, de ki lehet tölteni, tehát azért nem olyan nagy problémát jelent. Ez sajnos Barcson nem pályázható, tehát ez csak a 10 000 alatti településeken pályázható. Aztán vannak nagyobb vállalkozásoknak mindenféle kapacitásfejlesztési pályázatai, ez nagyon népszerű volt, tavaly augusztusban futottak már ezek a pályázatok jelentős túligénnyel, most újra meghirdették ezeket, pontosabban egyelőre csak társadalmi egyeztetésre jelentek meg, és a meghirdetés az a hónap végére várható, november végére várható, és néhány év után, aminek mi nagyon örülünk, néhány év szünet után újra fog jönni rövidesen a kombinált mikroiter program. Ez a feltételei szigorodtak, tehát amíg 3 évvel ezelőtt, mikor ez nagyon sikeresen ment, akkor 50%-os támogatást adott a vállalkozásoknak. Most úgy alakult át a program, hogy mindössze 10% saját rész, 10% önrész mellé a projekt értékének 30%, tehát a fejlesztés értékének 30%-át kaphatja az illető meg visszanemtérítendő támogatásként, és a maradék 60%-ot pedig fix kamatozású, hosszú lejáró, tehát akár 15 éves 2%-os kamatozású hitelre. Tehát ez is már túl van a társadalmi egyeztetésen, ez egy kötelező formája a pályázatok megjelentetésének, és még novemberben meg fog jelenni ez a pályázat is. Gyakorlatilag akkor a tárház, ha nem is végtelen, de azért bővült. Igen. Ezek szerint. Kiknek érdemes pályázni? Gondolok itt tevékenységi körök felosztása szerint bármilyen besorolása. Ki gondolkodjon, ki az, aki mindenképpen keressen pályázatot? Feltételezem, nagyon sokan már megtették ezt. Hát ez a pályázati kör, amiről én beszélek, ez az agrárvállalkozásokat kizárja. Tehát számukra külön pályázati lehetőségek vannak, illetve vannak bizonyos normatív támogatásaik is. Azon kívül pedig, mivel Barcs egy hátrányos helyzetű térségben, egy komplex programmal fejlesztendő térségben van, ezért innét szinte tevékenységkorlát nélkül lehet pályázni, tehát nem csak termelő, nem csak feldolgozóipari vállalkozások, hanem kereskedők, szolgáltatók ugyanúgy pályázhatnak. Én azt mondom, hogy az pályázzon, akinek hosszú távú elképzelései vannak a vállalkozással, mert egyre keményebb a pályázatok ellenőrzése. Tehát amíg 10 évvel ezelőtt valaki pályázott, és nem egészen tudta megcsinálni azt, amire pályázott, azzal nem foglalkoznak nagyon. De most az elmúlt években ez az Európa Uniós pénzeknek a transzparens felhasználása, ez egyfajta cél, és éppen ezért az ellenőrzések is szigorodtak. Mi van akkor, hogyha valakinek ötlete van, de nem igazán talál hozzá pályázatot? Vagy azért, mert nincs ideje átolvasni valamennyit, vagy azért, mert egyszerűen úgy áll hozzá, hogy ő még nem pályázott soha. De konkrét elképzelése van, hogy az ő cégénél, KFT-nél, családi vállalkozásánál ezt szeretnék megcsinálni. Hát a pályázatok nagy része így indul. A vállalkozói központnak az irodája Barcson, az önkormányzatnál van. Én azt gondolom, a vállalkozók nagyon nagy része ismeri, hiszen most már 25 éve lassan, hogy ott vagyunk, és mi segítünk, úgy mondják, ezt projektet generálni, tehát egy ötletből kifejleszteni a projektet, majd utána ahhoz nézünk egy pályázatot, és akkor az illető azt értékel, hogy az ő neki megfelel, vagy nem felel meg, és tulajdonképpen így ötletből előbb
legutóbb pályázat lehetséges. Érdeklődés van egyébként, itt erre már rákérdeztem, de mennyire tapasztalható az, hogy a pályázati idézőjeles bummal együtt, akkor elindult az érdeklődés növekedése is, hiszen sokan ilyenkor emlékeznek még arra az időre, amikor akár egy pályázat, akár egy szimpla, bármilyen hiteligénylés volt, és akkor legyintett egyet a vállalkozó, hogy ennyi papírt, hát én ezt nem csinálom meg. Most is ez a helyzet. Talán valamit csökkent a papír igény, de azért azt minden vállalkozás megérti, hogy az ajándékba, hogy tessék itt a pénz és csinálj valamit akarsz, így nem megy. Tehát vannak bizonyos feltételek, amiket teljesíteni kell. És mivel hogy egy uniós szervezet ehhez tartozó bíráló bizottság az nem feltétlenül ismer az összes Barcsi vállalkozást, ezért bizony azokra a papírokra szükség van. Igény van egyébként, tehát folyamatos az irodában az érdeklődés, sőt, hát az ősszel a Barcsis Térsége Vállalkozók Egyesületénél is folyamatosan tartunk ilyen pályázati estéket, és elég népszerűek. Ez nem csak az egyesület tagjain, elsősorban nekik szól, de teljesen nyitott, tehát bárkinek van valamilyen kívánsága, van valamilyen elképzelése, oda is jöhet. Most legközelebb 17-én 17 órakor lesz a 88 lakásnak a földszintjén, ott van az egyesületnek az irodája, és aztán lesz még decemberben is, és lesz még januárban is. Konkrét kérdéseket is fel lehet ilyenkor tenni? Természetesen. Tehát ez tulajdonképpen egyfajta workshop, ahol van egy elméleti ismertetése bizonyos pályázatokról, és utána meg van egy beszélgetés, és ott lehetőség van arra, hogy egyedi problémákat is megbeszéljük. Ha valamelyik meg hosszabb lélegzetű, azt általában bent a hivatalban lévő irodában szoktuk folytatni. Mennyi az átfutási idő egyébként egy-egy pályázatnál, ez is rendkívül változó. Igen. Hát ez eltérő, attól függ, hogy mennyi pályázat érkezik be, de még mindig több, mint amire a vállalkozó számít, mint amit szeretne. Így van, meglátjuk. De néhány hónapon belül azért ítélet születik a dologról. Meglátjuk, hogy ki miben tud segíteni, akkor lehet tehát önökhöz bizalommal fordulni. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, és hogyha konkrétumok lesznek még a most kiírás előtt lévő pályázatokban, akkor mindenképpen számítunk majd a segítségükre. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen. Az idei esztendőben sem maradhatott el az immár hagyományosnak mondható mártonnapi felvonulás lampionokkal. Az esti szürkületben egyre több és több lámpás gyulladt fel, így mire leszállt az est, igazán pazar látványt nyújtott az Arany János Általános Iskola előtt összegyűlt népes tömeg. A Barcsi Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett rendezvény egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Barcson már több mint egy évtizedes hagyománya van a mártonnapi felvonulásnak. A Martinsumzug, azaz a felvonulás eredetileg a német nyelvterületeken elterjedt népszokás. Lényege, hogy Márton jó cselekedeteinek fényét minden házhoz elvigyék a felvonulók. Körülbelül egy 12-13 évvel ezelőtt egy Barcsi származású, de Németországban élő család kezdeményezte ezt a mártonnapi kis lampionos felvonulást, és az első egy-két alkalommal még a Munkácsi lakótelepen, ott néhány háztömböt kerülve, néhány ismerős családdal együtt ott vonulgattunk, és ők hozták a maguk kis hagyományait, ezt a kis márton embert, kalácsot, stb. Énekelgették ezeket a mártonnapi dalokat, és végül is így kezdődött. A tavalyi évben a rendezvény újabb színfolttal bővült, így az újbor megszentelése idén már megszokott része a Mártonnapnak. Az újbort, amellyel ezen a napon kocintani szokás, Sas Rudolf Esperes áldotta meg. Az eltelt évek alatt az egyre népszerűbbé vált program múlt héten már több mint 150 embert vonzott a Hősök terére. Csak a felvonuláshoz képest ma már kicsit bővítettük a repertoárt, tehát a Vörösmarty utcai játszótéren tábortűz várja a felvonulókat, mind a két iskola, óvodák is bekapcsolódnak ebbe, az iskolák előzetesen már ilyen lampionkészítők is délutánokat szerveznek. A felvonulók kezében valóban mutatós lampionokat láthattunk. Volt olyan résztvevő, aki vásárolta, de akadtak olyanok is, akik saját kezüleg készítették el a világító alkalmatosságot. Hát én nem készítettem, hanem a nenétől kaptam. Az enyémet azt meg az anya vette a papírboltban.
Az enyémet is a papírból váltálja. Az enyémet meg én készítettem otthon. A lampionos felvonulás harmonika kísérettel halad végig a városon, miközben a felvonulók mártonnapi énekeket dúdoltak. A résztvevőket a séta végén libazsíros kenyérrel, teával és forralt borral vendégelte meg a rendezőség a tábortűz mellett. Bár a lampionos felvonulás hagyományosan a német nyelvterületeken volt elterjedt, Szent Márton napjához Európa szerte, így hazánkban is rengeteg népszokás kötődik. Tradicionálisan ilyenkor szokás megkóstolni az új bort, és a legtöbb helyen lúdvacsora kerül az asztalra, édességgyanánt pedig lúdlába csütnek. Ennyi fért e heti krónikánkba, lássuk még egyszer a főbb témákat röviden. Hivatás az év 365 napján elismerték a barcsi szociális dolgozók munkáját. Hiába az évenkénti hírverés, még mindig sok a szerencsétlenség a fűtési szezon kezdetén, mire is figyeljünk. Tényleg a cégek nyakán van a pályázati boom? Ki, no és mire tud pályázni, mekkora az érdeklődés? Stúdiónkban kérdezzük a Somogy megyei vállalkozói központ helyi irodájának vezetőjét. Mártonnapi liba lakoma mellé a jó cselekedet fénye is jár. Több mint egy évtizedes hagyomány Barcson a lampionos felvonulás, amely az idei évben is tartogatott újdonságokat. Mondom még egyszer elérhetőségeinket, ahol számítunk ötleteikre, meghívásaikra is. 0670 639 1027-es a telefonszámunk, elektronikus levélcímünk pedig az info@bacsmedia.hu. Jövő héten is számítunk figyelmükre, friss barcsi krónikával várjuk Önöket ugyanitt a Híd Televízióban. Viszontlátásra!